10 éves rekordot döntött meg a Balaton idei áldozatainak száma. Eddig 15-en haltak meg, és még nincs vége a szezonnak. Tegnap egy 18 éves fiatal fulladt a tóba, miután vízibicikliről a mély vízbe ugrott. Kiderült, hogy sem ő, sem a vízibiciklin ülő családtagjai nem tudtak úszni. A Népszava azt írja, hogy 2007-ben haltak meg többen az egész szezonban, mint idén. Akkor 17 áldozata volt a Balatonnak. A parttól körülbelül 400 méterre ugrott be a 18 éves fiú a vízbe. Úszni nem tudott, így a 180-190 cm mély vízben elmerült. A vízibiciklin tartózkodó hozzátartozói egy a közelben arra járó mentőhajótól kértek segítséget. Kiderült, egyikük sem tudott úszni. A vízimentők szerint idén ez már a harmadik olyan eset volt, amikor valaki úszástudás nélkül ugrott vízibicikliről a mély vízbe. Tulajdonképpen mi is értetlenül állunk az előtt, hogy mi történhetett itt ennél a balesetnél. Azt sikerült kiderítenünk, hogy a vízibiciklin ülők közül senki nem tudott úszni, és senki nem volt mentőmellény. És az, hogy a fiatalember mire gondolt, mielőtt beugrott a vízbe, ezt nem tudjuk. 18 éves volt, a hozzátartozó elmondása szerint azonnal elmerült, és ők pedig nem tudtak neki segíteni. A strandon nagyon sokan voltak. Gyorsan elterjedt a híre, hogy mit csinálnak a vízirendőrök és vízimentők hajója mély víz határán. Szemtanúk elmondása szerint a közelből többen is oda mentek segíteni, de akkor már hiába nem találták meg az elmerült fiút. Hát mélyen érintett engem is a dolog, mert jön egy család szórakozni, lehet, hogy erre tett félre egész évben, hogy itt egy picit jól érezze magát, és akkor egy ilyen dolog történik. Hát nehéz dolog. Én is most már úgy voltam vele, hogy a gyereket beengedem, ha kell néha, de kétszer meggondolom, és oda kell rá figyelni. Nagyon hamar megvan a baleset. Kettő hajót láttam, és nagyon sokáig keresték és menthették, mert nagyon sokáig, tehát órákig itt volt a mentőhajó. Nagyon sajnálom a fiatalembert, hogy úszástudás nélkül a mély vízbe bement. Oda kellene figyelni mindenkinek. Felhevültástról, vízibicikliről beugrálni a vízbe, mély vízbe, ha nem tud úszni, az teljesen felelőtlen cselekedet. A Népszava összesítése szerint 2007-ben volt csak ennél több halálos baleset az utóbbi 10 évben. Akkor 17-en haltak meg a tóban, idén már eddig 15-en. A vízimentők ezt a folyamatot szeretnék megállítani, és ezért kezdtek bele a hét elején a figyelemfelhívó akciójukba. Ettől azt remélik, hogy az emberek odafigyelnek a legfontosabb szabályokra, és a szezon hátralévő néhány hetében már sem magukat, sem családtagjaikat nem sodorják veszélybe.